A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola legtehetségesebb diákjai léptek fel a tanév végén első alkalommal megrendezett Kőrösi gálán. Roskadó félben van a ház, hamlik le a vakolat, s a szél egy darab födéllel, mert tudj, Isten, hol szalad! Javítsuk ki, mert ma holnap pallásról nézve az ég, közbe vágott Patópa Áll úr, ej! Ráérünk arra még! A műsorban azok a diákok léptek fel, akik valamelyik városi vagy iskolai versenyen szép eredménnyel szerepeltek. Mellettük az iskolában működő szakkörök is külön bemutatóval készültek. Így az első Kőrösi Gála műsorában a versmondók előadásán kívül néptánc bemutató, báb előadás, hangszeres bemutató, balett és énekprodukció is helyet kapott, nem csak magyar nyelven. Az iskolában működő német és angol szakkörök is külön műsorral készültek a gálára. A műsor elején az iskola igazgatónője Weinberg Róbertné köszöntötte az első Kőrösi Gála meghívott vendégeit. Azt gondolom, hogy a tanév során és az elmúlt években is a gyerekeink annyi mindent tettek, annyi versenyen indultak, rendezvényen vettek részt, és annyi szép pillanatot szereztek egymásnak is és nekünk is. Gondoltuk, hogy ebből mindenkinek mutatunk egy pár ilyen kis apró momentumot. I didn't do my homework. My teacher asked me, why? I answered him, it's much too hard. He said, you didn't try. I told him, my dog eat it. He said, you have no dog. A második és harmadik osztályos szakkörösök angol nyelvű játékokkal, kiszámolókkal készültek az első Kőrösi gálára. A gála az előző tanítási év legszebb, legjobb, legérdekesebb pillanataiból összevágott vetítéssel folytatódott. A Kőrösi iskola éve színesen telt, derült ki az összeállításból, számtalan iskolai rendezvényen, ünnepségen, kiránduláson, a színház látogatáson, versenyeken vehettek részt a tanulók. Ha már a versenyeknél tartunk, a gála végén egyesével szólították azokat a tanulókat, akik szép eredményeket értek el valamelyik iskolai vagy városi rendezvényen. Jó eredményekből bőven akadt az iskolában. A tanulók kitüntetése, az oklevelek átadása közel negyed órásra nyúlt.